Ilyen speciális babafészkeket kaptak az újszülött és koraszülött babák a Jósa András Oktatókórházban. A szakemberek éppen azt mutatják, hogyan kell egy koraszülöttet biztonságosan elhelyezni az oltalmat nyújtó textíliában. A méretre alakítható, szétszedhető, könnyen tisztítható babafészkekkel imitálják az anya méh ölelését. A koraszülött osztályon dolgozó ápolók és orvosok nagy hasznát veszik a kapott adománynak. A koraszülött babáknak azt az ideális környezetet biztosítja, ahol a fejlődésük sokkal gyorsabb lesz, megnyugtató lakhat. Igazából próbáljuk az anyaméhet utánozni, ezek a babák sokkal nyugodtabbak ezekben a fészekben, speciálisan tudjuk őket elhelyezni, illetve egy kékfénylámpát kaptunk, vagy kékfényterápiás lámpát, ami az újszülött és koraszülött korban előforduló sárgaság csökkentésére tudunk majd használni. Az adományozó szervezet az elmúlt években közel 48 millió forint értékben juttatott el egészségügyi eszközöket az ország különböző koraszülött részlegeinek. A napokban Nyíregyháza mellett Miskolcon és Budapesten is átadták adományaikat. A héten ez a második koraszülött hadműveletünk és célpontunk a nyíregyházi koraszülött osztály, és holnap Budapesten a Sotekettes klinika, a nőgyógyászati klinikán ugyanígy egy fényterápiás eszközt adunk át, és 1 millió forint értékben babafészek csomagot, és a tegnap volt az egyik legnagyobb napunk, miskolci koraszülött osztályon közel 20 millió forint értékben sikerült az életmentő zsiráf shuttle transporter és hibrid inkubátort átadni, ami hatalmas öröm a szívemnek, hiszen a lányom is koraszülött volt, és ugye lenne egy fiam is, és az esküvőjére tavaly évvégén kitűztem célul, hogy a koraszülöttek világnapjára 2 hét leforgása alatt sikerül egy ilyen eszközt átadni, akkor ez nagy öröm nekünk, így sikerült 2 hét leforgás alatt, úgyhogy tényleg a közösségnek köszönhető, hogy el tudtunk jönni, át tudtuk adni, és sikerült. A most átadott adományt hamarosan használatba is veszik az osztályon.